Az Európai Fenntarthatósági Hetet 2015-től rendezik meg egész Európára kiterjedően. A Szombathelyi Erdészeti ZRT az Őrségi Nemzeti Park igazgatósággal együttműködve az elmúlt években létesített erdei vízháztartást szabályozó kisvízállások bemutatásával kapcsolódik a rendezvény sorozathoz. A KEOP programon belül megvalósítottuk a kisvíztározóknak a megvalósítási, illetve a megépítési ütemét. Három ilyen kisvíztározóról van szó. Ezek itt az Őrségben, a Őrségi Nemzeti Park igazgatóságának a területén találhatók. Érezhető az, hogy amióta ezek a tavak megvannak, maga az, a növényvilág és az állatvilág is sokkal nagyobb tömegben van jelen itt ebben a szűk kis környezetben. Most már több mint 100 ilyen kis tavat alakítottunk ki. Ezek nem nagy tavak, ilyen 1-2 köbméternyi apró tavakat tessék elgondolni, de biztosak lehetünk benne, és a felmérések bizonyítják is, hogy nagyon sok élőlény találja meg a létfeltételeit benne. Egyértelműen a természet érdekeit szolgálják. Én nagyon remélem, hogy a továbbiakban is az erdőgazdasággal együtt tudunk működni, és lesznek olyan pályázataink, mint ez a korábbi volt, és úgy gondolom ez annál inkább is lényeges, mert legjobb tudomásom szerint az egyetlen olyan volt, ahol Nemzeti Parkigazgatóság és Erdőgazdaság együtt pályázott. Amikor ennek a időszakos vízfolyásra helyeztük ezeket a kisvíztározókat, mindenképpen figyelembe véve az, hogy azok a csapadékviszonyok, amik most az országban, Közép-Európában is jellemzőek, tehát a hirtelen lezúduló csapadékviszonyok és ezeknek a hasznosulása a talajban, illetve abban a környezetben nem érvényesül, nem hasznosul pontosabban. Tehát ezeknek a hirtelen jövő csapadékmennyiségeknek a vízvisszatartása eredményezi azt a képet, illetve azt a gazdagságot, ami idővel mondjuk ezek a kisvíztározó tavak fognak tudni biztosítani. Ez a létesítmény ez évekkel ezelőtt elkészült, és egészen biztosan nagyobb élmény most itt lenni, mint évekkel ezelőtt. Egyrészt nagyon jó szemléletes példája annak, hogy milyen módon tud együtt dolgozni a természetvédelem az állami erdészettel. Másrészt remek lehetőséget ad arra a gyerekeknek is, hogy bemutassa azt, hogy milyen beavatkozásokkal tudjuk megtartani a természet szépségét és értékeit. Természetvédelmi oktatás, nevelés az egy olyan területe, olyan feladata a Nemzeti Park igazgatóságoknak, ami úgy gondolom egy misszió. A mai fiatal generáció tisztában lesz azzal, hogy mire képes az ember negatív és pozitív irányban is, és hogyan lehetne esetleg ezt a természetet megőrizni úgy, hogy közben mindenféle olyan javakat is el tudunk érni, amire szüksége van az embernek. Tehát, hogyha ezeket a mai fiatalok megtanulják, akkor úgy gondolom, hogy egy jelenleginél sokkal kedvezőbb élettérben élhetik le az életüket. Te hogy látod az erdészeknek azt a munkáját, ami a természetvédelemben párosul? Hát szerintem nagyon jól végzik a munkájukat, ugyanis biztos, hogy egy pár év múlva hasznosulni fog ez a dolog, amit ők csinálnak, ezeknek a tókáknak az építése. Én nagyon szeretném, hogyha megszűnne ezeknek az állatoknak a pusztulásuk, és hát remélem sikerülni is fog a magyar, nem csak Magyarországnak, hanem az egész világnak ezt elérni. Ki kell őket húzni a szobáik világából, azért ez nem kis feladat. Az én gyerekkoromban valakit, ha meg akartak büntetni, szobafogságra ítélték, hogy nem mertünk ki a természetben. Most viszont az a büntetés, hogy nem mehet be a szobájába, tehát fontos az, hogy egyre minél több kapcsolódása legyen a természethez. Az oktatás is ilyen irányban az elkövetkezendő időszakban erősíteni kell, ugyanis a környezeti változások azok ezt a korosztályt, illetve az ő követő korosztályukat sokkal jobban fogja majd érinteni. Sokkal nagyobb problémákat látunk már, ugye gondolva itt a klímaváltozásra és az azzal járó negatív hatásokkal is számolva. Nem csak a fokozottan védett területeken kell figyelnünk a természetre, annak összhangjája, sérthetetlenségére, hanem mindenütt. És így együttműködésre van kényszerítve a hazai természetvédelem az állami természettel is. Természetesen nem tudunk mi a világ minden táján mindent rendbe tenni, de azért a saját környezetünkben úgy gondolom, hogy sokat tehetünk. És ez a fajta pályázat, amit itt most bemutattunk az Erdőgazdasági Részvénytársasággal, közösen összeállított és végrehajtott pályázat, ez úgy gondolom tipikusan egy jó példa.
egyrészt egy együttműködés, egy gazdasági részvénytársaság és egy nemzeti parkigazgatóság között, másrészt pedig az a végkifejlet, amelyik a vadászoknak, a természetvédőknek és elsősorban az itt élő élővilág számára minden szempontból jó.